tücsök. Na persze, a kicsikkel senki sem törődik. Csak beszélnek itt a nagy vadállatokról, az ékszerteknősről, a hörcsögről, meg a papagájról. De hogy rovarokat is lehet tanítani, és azok között is a legszórakoztatóbbat, a tücsköt, erről szó sem esik. Ezt kérem szépen, én megmondom az őszintét úgy, ahogy van ez. Ez egy piszokság. De tudom én, honnan fúj a szél. Itten lenézik az igazi művészetet. Sőt, ha lehet, eltapossák. Tegnap is mi történt? Ülök csapakon egy kutyatej, meg egy pipacs között, és éppen a Bartók Bélus, mi művészek ugye veszézzük egymást, hegedű versenyét játszom a szegény mezőségi tücsköket támogató segélykoncerten, amikor arra jön egy szoknyás, meg egy rövid nadrágos ember. Hallod, Petyó? Viháncol a szoknyás. Egy tücsök? Az, böffent a másik. Lep is ilyen. Nem kaptam levegőt. Mit akar ez koncert közben? Repisílni? És itt élt Kodály? Ahelyett, hogy a boldogságtól repesve felismerné, miféle örökké tartó hangverseny telepíthetne az otthonába, ha engem hazavinne, le akar... Puj, batfülű vadállat! Hegedüljön nekem a Mehudi Jenuhin vonóval a hátadon! Na hát kérem, egészen felizgattam magam. Pedig nekem vigyázni kell az egészségemre. Nem mondhatom le a koncertjeimet. És néha még énekelnem is kell. La-la-la, la-la-la. Tudatlan banda. Ezek azt sem tudják, hogy egy tücsök tartásához nem kell sem kalitka, sem akvárium, sem ketrec. Nem kellenek eféle drága holmik. Legfeljebb egy nagyobb befőtes üvegre van szükség. Beleteszünk egy kis földet, földecskét, és esetleg elhelyezhetünk benne néhány növényt is. Csak úgy a természetes környezet mián, vagyis miatt ugye. Ami pedig az étkezésemet illeti, ígérem, nem teszem anyagilag tönkre a családot. Egy kis saláta, kenyérmorzsa, esetleg nagyon apró húsdarab, aztán reggeltől estig úgy húzom a napfényes ablakpárkánya, mint a Kocsi Zoltán. Vagy az nem hegedűs? Bocsánat. Minek az a rádió, meg a CD lejátszó, vagy az MP3 csak pocsékolja az áramot? Én olyan ingyen húzom, ahogyan az eső esik, vagy ahogyan a nagymama főz. Igaz, egy kikötésem nekem is van, ha valaki mondjuk engem választ családtagjának. Az én kis otthonocskámba ne telepítsenek be másik tücsköt, mert azt nem bírom elviselni, és halálra üldözöm. Persze mindezt nem azért mondom, hogy mostan az egész emberiség ne kiessen a mezőknek, és összeszedjen tücsköt, bogarat agyba főbe. Csak megjegyzem, hogyha egy gyermek meghallja az én csodálatos piccikátóimat, akkor ne a sliccéhez kapjon, hanem szeressen és hallgassa a muzsikám. Baráti ciripeléssel csókolom a zene szerető mamák és nagymamák kezét. Mélységes tisztelettel Ludwig von Tücsök, Mozart, Beethoven, Amadeus Bartók.